Csak lejöttünk ide végül is. Anóra. Itt voltak a legénységi szállások. Most ott mindent lehet látni. Itt meg a... Amikor mi itt voltunk a másik helyen, akkor konkrétan lőszert meg kaját is itt tároltak. Itt fönt Csehszlovákia, ami ugye magába foglalta Morvaországot és Bohémiát, ugye ez volt a felvidék, ez meg itt ugye a mostani Kárpátalja. Ezt miért kapták meg a csehek, ezt nem tudom, de minden lényegtelen. Az első bécsi döntéssel ugye visszakaptuk ezt a részt, ezt meg ugye megszálltuk mi, magyarok, úgyhogy az egész védelmi vonalokat bukták, mert az konkrétan egy döntés semmi hozzánk került. Ugye ezek voltak itt a német lakta területek, és ezt itt azért elég jól kiépítették a csehek kettős vonallal, hogy ne lehessen megtámadni őket. De igen, ám de itt Pozsonynál ugye sokáig ez Ausztria volt, 38-ig, itt nem volt semmi. És itt azért fostak, hogy át tudnak menni. És akkor csinálták ezt. 1, 2, 3, 4, mi vagyunk most itt a 4-esnél, és akkor itt ment még tovább. Ezt a Pozsonyi hídfőnek hívták régen, és most vagyunk itt, ezt látogatjuk meg. Ez van ugye itt. De itt van, a lényeg az, hogy ez itt a Duna, itt volt a Pozsonyi hídfő, és ez a Petzsalka, aminek hívják ők. Petzsalka. Igen, és hirtelen a csehszlovák-osztrák határból csehszlovák-német határ lett. Igen, Anschluss. Igen. És gyorsan építettek ilyen bunker rendszereket, hogy megvédjék a Pozsonyi hídfőt. De utána nem volt rá szükség, mert ugye a müncheni egyezménynél szétszabdalták őket, plusz Tisó meg átengedte. Ez a rész végül német felügyelet alatt lett. Németország élet, mert németnek kellett. Magában itt lehet jól látni, hogy a Pozsonyi hídfőt hogyan kellett volna neki védenie. Végül is nem használták ezt sem, mint semmit sem, hanem a müncheni egyezmény után átkerült a németekhez. Ugye ez maga a bunker, ez a hátsó részt védte, ott fönn meg ugye az álcahálónak van a helye, szépen le volt takarva, kicsit olyan illúzió rombolót házol ez a főzik ott a kaját, de hát mindegy. Itt meg a gépuska állások voltak. Itt is van a bunker. Na hát itt vagyunk a leg... hogy is mondjam, északibb része. Ez itt mellettünk már a Duna maga. És itt van az utolsó olyan bunker. Gondolom, itt még nem nagyon voltak ilyen, amikor növényzet. Ami ugye Ausztria fele nézett. Elvileg be is lehet menni ezekbe a bunkerekbe.
Mindjárt megnézzük. Ja, nyitva van. Hát nem nagyon lehet látni semmit. Sőt, semmit nem lehet látni. Mindjárt csinálok egy kis fényt. Igazából ugyanaz elrendezése van, mint annak a bunkernek, amiben már egyszer voltunk. Ugye van itt egy... Igen, itt le is lehet menni. Ugyanúgy. Itt van a létre, és van az alkodó része. Egyiségi szállás konkrétan. Itt a fönt volt a harcálláspont. Ami így nézett ki. Igen, lőszer. Itt voltak az ágyuk. Igen, az ilyen lőttek ki. Halétralak vannak, jó? Igen, és itt volt a periszkóp fölfele. Ugye? Akkor itt emelkedett ki egy periszkóp, és minden irányba tudott nézelődni. Itt volt bal oldalt egy géppuskálás, a történek azok, nem, ide, igen, ilyen kézirányatot dobták itt ki, meg egy ilyen periszkópon ki tudtak nézelődni. Itt volt ugye a nagy gépágyú, ami lőtte a Dunapartot. Valami hajléktalannak. Itt volt a másik géppuskálás. Jó, itt is lakik valaki, kurva jó. Valami büdös is van, bazd meg, szenzációs. Itt meg, itt egy generátor volt, igen. Az áramot termelték, és itt van a másik periszkóp. Pontosan, meg ezt viszonylag szépen is lehet látni. Na ez itt a negyedik bunker, pontosabban az első, hogyha a Dunától vesszük. Hát ezt még nem újították fel, valószínűleg nem is fogják. Ugyanúgy megvannak az álcahálónak a tartói. Hát ezeken standard dolgok voltak. Ja, fasza. Akkor elmegyünk ide a végébe. Ameddig lehet menni. Akkor ott fent lehet látni a kinéző periszkóp nyílás, meg gondolom onnan még lőni is lehetett valamilyen szinten. Ugye van a kézigránát dobóluk, az ott van, csak befalaszták. Egy periszkópnak nem láttam a helyét. Lehet, hogy itt nem is volt. Errefele már nem lehet tovább menni, az biztos. Megpróbálunk eljutni a második számhoz, ahol még eddig nem voltunk. Érdekes, hogy most sincs benne víz. Tehát az esővizet gyönyörűen valami elvezeti be a Dunába. Mert egyszerűen nincs benne víz. Ott van a két ánátdobójuk, ott van lent. Ezt jól elrejtették. Igaz? Fasz a kurva. Van némi fű. Nem egy sűrűn látogatott hely ez. Mennyi nem baj. Hát maga az történet, az csont ugyanaz. Hoppá!
Csinálom némi fényt. Szépen. Jól láttam. Ez még a hajléktalannak sem jött be, mert ez messze van. Szerintem kibaszott csopók van. Ugyanígy itt volt az agregátornak a helye. Gondolom itt van lenne a legénységi szállás ugyanúgy. Ja, pontosan. Ez minden ugyanaz. Valami szekrényt itt hagytak még jó múltkorában. Nem nézzünk le? Így kell lemenni. Ott ugyan a másikba is. Nem látom semmit. Hát akkor, ha nem akarsz ebben, akkor nem menjünk. Mi? Te vagy gyere. Ameddig még van áram, ezt gyorsan fölvesszük. 1%-on van. Csak lejöttünk ide végül is. Anóra. Itt voltak a legénységi szállások. Nem sok mindent lehet látni. Itt meg a... Amikor mi itt voltunk a másik helyen, akkor konkrétan lőszert meg kaját is itt tároltak. Igen, itt az egyik.